egy iskolai vizsgának a második részét látjuk, amikor is a levizsgázott tanulók az itt gyakorló és tanuló egyéb lovasokkal együtt egy versenyen vesznek részt, amelyiknek az elnevezése Bocskai Lovas Kupa, mert a Bocskai István Általános Iskola tanulói járnak elsősorban hozzánk egy lovas kultúraoktatás keretén belül. Én nagyon örülök, meg kell, hogy mondjam, hiszen 2 éve, mint ilyen kísérleti iskola és kísérleti lovarda foglalkozunk a Nemzeti Lovas Programmal, a Kincsem Nemzeti Lovas Programmal, és ennek a keretén belül ezek a gyerekek, van, aki 2 éve, van, aki 1 éve lovagol már nálunk, ilyen szervezett keretek között, és hát nagyon jó sikerült egyrészt délelőtt a vizsga, most pedig nagy öröm látni, hogy a versenyen is elindultak, és nagyon jó szerepelnek a bocskaisok, meg kell, hogy mondjam. Nagyon nagy szeretettel csinálják, a mi tapasztalataink pedig kiválóak, mert nagyon jó közösségalkotó szerepe van, fegyelmezettségre neveli a gyerekeket, iskolai eredményeik javultak, akármilyen furcsa, mert hát hiszen ők lovardában vannak, és a lovak között rendnek kell lenni.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
szeptemberben indult a Bocskai István Általános Iskolában egy szakkör jellegű foglalkozás, ahol én is részt veszek a gyerekekkel, és itt a Lovardában lehetőségünk nyílik arra, hogy mindnyájan hetente legalább 20 percet lovagoljunk az elméleti képzés mellett. Nagyon jó megregulázni egy ilyen nagy állatot, mert végül is erről szól, hogy vele együttműködve, együtt dolgozva haladunk előre. Én nagyon jól éreztem magam, bár a kezdeti nehézségek alapján nem mondtam volna, hogy így fog sikerülni, mert itt a lovaskörökben az a mondás járja, hogy nem lovas az, aki nem esik le a lóról. És nekem sikerült még fennmaradnom, még eddig egyszer sem estem le, bár most itt féltem tőle, hogy fog sikerülni. Úgyhogy nagyon jó volt, és jó volt Bertával lovagolni, köszönöm neki. Mennyi szabadidőt vesz igénybe egy ilyen lovaglás, ha valaki ezt komolyan csinálja? Mi hetente egyszer jövünk ki ugye a gyerekekkel, hát 3 órát vagyunk itt kint, elméleti foglalkozással együtt, gyakorlati foglalkozás, ami a lovaglást foglalja magában, valamint itt lópucolástól kezdve a lovarda takarításon át mindent végzünk. Tehát egy olyan bő 3 órát itt vagyunk. Az önkormányzat nagyon nagy segítséget ad számunkra, nélkülük ez az iskolai lovaskultúra oktatás nem jöhetett volna létre, tehát mindenütt ez megtalálható, és hát mi professzionalista módon oktatunk gyerekeket, sőt felnőtteket is, erre a csodálatos sportra, aki egyszer ezt elkezdi és megérinti, ugye, mint a mozdony szele, bizony az nagyon nehezen tud szabadulni a lovaglástól. Nekem a gyerekekkel való foglalkozás, és kisgyerekeim vannak, akármilyen furcsa nekem is, ez mindig egy nagy boldogságot okoz, és ilyenkor az ember mindent elfelejt, és csak a cél lebeg a szem előtt, és azt, hogy ők élvezik és szeretik, amit csinálnak.